A Zöld Csok Hitel intézményének megértéséhez érdemes visszalépni egy kicsit, hiszen korábban bevezették a zöld hitel konstrukciót, amely az alacsony energiaigényű környezetbarát házak, lakások építésére nyújtott kedvező kamatozású kölcsönt. Jelenleg zöld hitelt azok kaphatnak, akik csokot igényelnek legalább 2 vagy 3 gyermekre. A maximális összege 2 gyermek esetén 10 millió forint, illetve 3 vagy annál több gyermek esetén 15 millió forint lenne. Ha nem felelne meg a zöld követelményeknek, akkor jelenleg ezt a hitelt 3%-os fix kamatozás mellett lehetne megkapni. Hozzátenném, hogy ez is nagyon kedvező a piacon, piaci kamatozással ilyen fix kamatozású kölcsönt sem lehet elérni, de ehhez képest is egy óriási előrelépés, hogyha megfelelnek a zöld hitel elvárásoknak is, a zöld környezetbarát követelményeknek is az ingatlanok, illetve a családok, akkor ezt a 3%-ot egy ingyenes, kamatmentes kölcsönre lehet cserélni. Mit is jelent ez pénzügyileg? Gyakorlatilag egy 15 millió forintos csokhitelnek 20 éves futamidő esetén a havi törlesztő részlete normál esetben 83 ezer forint lenne. Ha ezt kamatmentesen tudnák felvenni, akkor ez a törlesztő részlet 62.500 forint lenne. Látható, ez egy önmagában a havi törlesztő részletben egy 20 ezer forintos megtakarítást jelentene, ami a 20 év alatt gyakorlatilag 5 millió forint spórolást eredményezne a családoknak. Ha valaki új építésű házat vagy lakást szeretne építeni vagy vásárolni, azoknak érdemes elgondolkodni a zöld csok hitelen. Ha nem felelnek meg a csok követelményeinek, mert például nincsen gyermekük, vagy csak egy gyermek után szeretnének csok támogatást igényelni, akkor a sima zöld hitel kamata is csak 2,5%, ami kuriózum a magyar hitelpiacon. Ilyen kedvező kamatokkal nem lehet hitelt kapni, nyilatkozta a szakértő. A zöld csok hitelnek a maximális összege az úgy összhangban van a sima csok hitelével, tehát maximum 15 millió forint, hogyha legalább 3 gyermek után igénylik a támogatást, maximum 10 millió forint, hogyha 2 gyermek után igénylik a támogatást. A futamidő legfeljebb 25 év lehet, és ugye kamatmentes a konstrukció. Érdemes kitérni a zöld hitelre, ugye a zöld hitelnek a maximális összege, ugye ez a csok nélküli verzió, 70 millió forint lenne. Hozzátenném, hogyha valaki zöld hitelt és zöld csok hitelt is szeretne felvenni, tehát a kettőt együtt, mert mondjuk a 15 millió forint nem lenne elég a lakáscélja megvalósításához, erre is van lehetőség. Itt azonban a 70 milliós felső összeghatár együttesen értendő, tehát a zöld csok hitel és a sima zöld hitel együttes összege lehet legfeljebb 70 millió forint. A jegybank 200 milliárd forint összegű keretet biztosít a kereskedelmi bankoknak a zöld hitel és a zöld csok hitel programokra. A bankok különböző feltételeket állapíthatnak meg, de minden esetben igaz, hogy az energetikai besorolásnak legalább el kell érnie a BB kategóriát, amely feltételezi, hogy az ingatlan energiafogyasztása legalább 25%-ban megújuló energiaforrásból származik. Napelem, napkollektor és hőszivattyús megoldásra kell gondolni. A primer energiaigény pedig nem haladhatja meg a 99 kWh per négyzetméter per év értéket. Ezt érdemes azonban a kivitelezővel előre megbeszélni. Szakértő kiemelte, bár ezek a kölcsönök valóban kuriózumnak számítanak a magyar hitelpiacon, a felvett összeg nem ajándék, azt minden esetben vissza kell fizetni az adósnak.